A vajdasági tanügyi dolgozók szakszervezeti uniójának elnöke a Szent Tamási Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában szerkesztőségünknek elmondta. A városban csak ez az iskola szüntette be a tanítást ma. Hallgató Valéria elmagyarázta, hogy ők meghívták a többi szakszervezetet is, hogy együtt lépjenek fel, de ez nem következett be. Valószínűleg nyomás alatt vannak, ami a hatóságokat illeti. Mi itten mindig egységesek voltunk, és szerettünk kiállni az elveinkért. Tehát ez valójában nem törvényes sztrájk, nekünk törvényben rövidített órák vannak megengedve, ugye a kollektív szerződésben úgy van leírva, sajnos, hogy ezt a jogot is elvették tőlünk. Egyre lejjebb nézünk, amikor minket bántalmaznak, tehát nem tudunk felszólalni most már, amikor addig került a sor, hogy kihúzzák alulunk a széket. Tehát terítette be a pohárt. Ezt mondhatom, hogy ez váltotta ki ezt a reakciót, hogy azt mondjuk, hogy most már elég, hogy azt mondjuk, hogy most az államnak mellén kell állni. A társadalomban is és a tanügyben is rendszerhiba van. Amit ha nem javítunk ki minél rövidebb időn belül, akkor belátható idő után elég komoly gondjaink lesznek, ha nem számoljuk, hogy már vannak. Tehát az összes létező eszközt kivették a kezünkből, amivel mi valamilyen szinten bár rendet tudnánk teremteni, úgy a gyerekek között, úgy a tantervekben, úgy a egymás közötti viszonyban. Az erőszak a családban és a mindennapi kommunikációban is jelen van, nem csak a filmekben meg a valóságsúkban. A gyerekek azt gondolják, hogy verekedéssel érik el a leggyorsabban a céljukat. Ez persze nem megoldás. Rengeteget foglalkozunk ezekkel a témákkal és a megelőzéssel is az iskolákban. A Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniója bejelentette, hogy országszerte 47 városban és községben mintegy 35-40 ezer oktatási alkalmazott vett részt a mai tiltakozáson, és hozzátették, hogy sokkal nagyobb megmozdulásokat fognak szervezni, ha ezután sem változik semmi.